Sziasztok, Mesi vagyok, és szeretném megmutatni, hogy mit készítettem a Ciao Bella La Traviata kollekciójából, amit a Sugallatoktól Réti Virág bocsátott a rendelkezésemre. Ez egy nagyon gyönyörű papírkészlet, ezért egy igazán különleges dolgot szerettem volna belőle csinálni, ezért egy gramofont választottam. A gramofonnak az az érdekessége, hogy minden egyes darabját csak olyan dolgokból készítettem el, amit háztartásban is fel lehet lelni. Egyszerűen öröm volt ezekkel a papírokkal dolgozni, hiszen annyira szépek és nagyon részletgazdagok, hogy alig kellett díszíteni. A gramofonnak levehető a kislemeze, ezt is szépen megbontam azokkal a papírokkal, amik a készletben találhatóak. A tölcsérjét kartonból szabtam ki, aranyszínű festékkel festettem le a széleit, és különböző kis fémdíszekkel díszítettem, ugyanúgy, mint a gramofonnak az oldalát. A gramofon karja egy koktélkeverő pálcikából készült. Az egyenletlenségeket, és ahol összedolgoztam, ezzel a 17 árcos modellpasztával töltöttem ki, ami azért nagyon jó, mert száradás után teljesen kemény lesz, tehát lehet csiszolni. Többször lecsiszoltam és lefestettem, hogy egy egységes homogén felületet kapjak. A gramofonnak kihúzható a fiókja, amelybe egy mini albumot készítettem. A fiókot belülről is ezekkel a szép papírokkal díszítettem. Ez egy 15x15x körülbelül 4,5-5 centis album. Mindenféle kis fém díszítőket, logókat tettem rá. És csipkével díszítettem, illetve kivágatokkal. A hátulja az teljesen egyszerű. Ez az album interaktív. Nagyon látványosak ezek a papírok, úgyhogy nagyon sokban nem is vágtam bele, hanem egyben hagytam a mintát. Ezen az első oldalon egy kinyitható fotóalátét van, illetve kettő. Ez jobbra kinyílik. Itt is található benne egy zseb. Mágnessel záródik. Illetve erre is ki lehet nyitni. Következő oldalra egy belly bandet tettem, amelyet szintén ezekkel a kivángatokkal díszítettem, meg gyöngyökkel. És fotókönyvet rejtettem el bele, illetve egy kártyát. Következő oldal egy sima zseb, egy újabb fotókönyvvel. Minden apró darabot megpróbáltam felhasználni, ezért a leeső csíkokból és maradékokból készítettem ezeket a fotókönyveket. Ez nagyon gazdaságos felhasználást biztosít. Erre az oldalra csináltam egy háromdimenziós kis életképet, amin Violetta látható, ahogy zenét hallgat. És ide is tettem egy kihúzható fotóalátétet. Ezt az oldalt egy gyönyörű szizikszel vágott kerettel díszítettem fel, illetve fémdíszekkel, virággal. Szintén mágnessel záródik, és két fotónak ad helyet. Ez itt felnyílik. Tag és fotó alátét található benne.
szintén egy maradékokból és címkékből készült fotóalátét. Ide pedig egy többzsebes megoldást találtam ki. Ezek a címkék tegek eleve benne voltak a papírkészletben, igazából csak annyi volt a dolgom, hogy körbevágjam, egy kicsit öregbítsem a szélét, és ilyen fekete csipke darabokkal díszítettem. Ezen az oldalon is található egy kis életkép, egy karmester és a zenekara. Az utolsó oldalt szintén egy szizikszel vágott kerettel díszítettem fel, mögüle kihúzható egy könyvecske, amelybe írni lehet, vagy további fotókat elrejteni. A leghátsó oldalba pedig egy olyan zsebet csináltam, amiben egy jegyzetfüzetet helyeztem el. Ez igazából teljesen egyszerűen tejával színezett papírlapokból állítottam össze, és egy picit pecsételtem az elejére. A gerincére pedig fémfityegőt és szalagokat tettem. Egy 12x12-es papírkészletet és egy A4-es készletet kaptam, amiből rengeteg megmaradt. Ilyen fél, negyed, majdnem egész darabok is. És az összes maradék, ami ténylegesen megmaradt ebből a készletből, esetleg ilyen kisebb alkotásokhoz, fotóbukhoz lehet felhasználni, az pedig ennyi. Tehát nagyon gazdaságosan lehet dolgozni ezekkel a gyönyörű papírokkal. Remélem, nektek is tetszett ez a projekt, és kedvet kaptok ti is egy ilyen nagyobb szabású dolog elkészítéséhez, amihez tényleg adják magukat ezek a gyönyörű papírok. Köszönöm, hogy megnéztétek, további szép napot, sziasztok!